Híres gondolkodók. Karl Marx. Elég nyilvánvaló, hogy Marx tévedett, mert ha a kommunizmus jobb lenne a kapitalizmusnál, nem lett volna szükség 3,5 méter magas falakra, hogy bent tartsák az embereket. Ha egy bulin csak úgy lehetne ott tartani az embereket, hogy falat építenek köréjük, és néhányan még így is megpróbálnának megszökni hőlégballonnal, nem mondanánk, hogy jól sikerült este volt. De a modern baloldalnak sincs igaza, amikor teljesen leírja Marxot azzal érvelve, hogy már nem érvényes a munkássága, mert 150 évvel ezelőtt született. Amikor Tony Blairnél estéi van, vajon a levegőbe dobják a poharat mondván, ugye nem hisztek még mindig abban a gravitációs ostobaságban, hiszen Newton 300 évvel ezelőtt élt. A pohár nem esik le, hanem szépen eltalál a mosogatógépig. Ma arról fogok beszélni, hogy Marx nem csodálkozna a mai világon csak azon, hogy milyen hírnévnek örvend, és nem tetszenének neki azok a rendszerek, amelyeket a neve alatt hoztak létre. Marx 1813-ban született a poroszországi Trierben. Habár az apja nem volt radikális szellem, gyakran mondott pohárköszöntőt a korlátlan hatalmú porosz királyra. Eközben Karl valószínűleg azt gondolta, jaj, de ciki! Marx 20 éves volt, amikor meghalt az apja, de éppen Berlinben tanult, és nem ment el a temetésre. Számos nyelvet megtanult, tanulmányozta Shakespeare-t, valamint az ókori Rómát és Görögországot, amit egy kicsit túlzásba is vitt. Esténként pihenésképpen a római polgárháborúkról olvasok görög eredetiben. Pihenésképpen? Inkább beült volna a tévé elé egy jointtal, mint mások. 1835-ben bomba ment jogot tanulni, majd onnan Berlinbe, de addigra már szerelmes volt Jenny von Westphalenbe, egy báró lányába, akihez verset is írt. 1000 kötetet tudnék teleírni a neveddel, ó Jenny. Az is kevés lenne árva szívem lángolását kifejezni. Talán nem remek mű, mégis módosítja azt a képet, amit ellenségei és kommunista követői festettek róla, ami alapján azt hinnénk, Marx csak ilyen verset írhatott. Ahányszor csak meglátom a pofid, eszembe jut, hogy X per V egyenlő profit. Marx feleségül kérte Jennyt, ő azonban bizonytalan volt. Bátyja Ferdinánd elintézte, hogy a berlini rendőrség kövesse Marxot és figyelje meg a klubját. A rendőrség arról informálta Ferdinándot, hogy Marx nem jár be az órákra, Istenről vitázik, és literszám issza a bort. Jellemző a rendőrségre, hogy egy diákról csak annyit képesek kideríteni, hogy nem tanul, és iszik. Mint akkoriban sok más radikálisan gondolkodó berlini egyetemista, Marx is csatlakozott az ifjú hegeliánusokhoz, Hegel filozófiai tanainak követőihez. Hegel arra volt kíváncsi, hogyan történnek a változások. Minden eszme, mondta, állandó konfliktusban van más eszmékkel, és ennek eredményeként állandóan új eszmék és új konfliktusok születnek. Hegel ezt a folyamatot dialektikának nevezte. Ez talán egyértelműnek tűnik, de ha minden eszme állandóan változik, akkor az emberiség egyetlen eszméje sem természetes. Vegyük mondjuk a hazafiságot. Sokak szerint a nemzetiségünk a legfontosabb, mintha a hazánk mindig is létezett volna. És ez nem is meglepő, hiszen még az olimpiai közvetítések is ezt sugallják. A brit Davidson nagyon erősen kezd, jól jön előre, kényelmesen tartja a helyét. Kiváló ritmusban fut, közelít a célvonalhoz, és Davidson jön be hetediknek. Elől van egy amerikai, egy svéd, egy béka és két fritz. De miért futott Davidson? Dialektikusan szemlélve Anglia vagy Britannia eszméje meglehetősen új. Vagy vegyük a nyelvet. Vannak emberek, akik ilyesmi leveleket írnak az újságokba. Tisztelt Uram! Nemrégiben szerencsétlenségemre a buszon hallottam, amint két suhanc a bakker szót használta. Apám ott volt a Dönkerki csatában, de ha tudta volna, hogy ez lesz a vége, nem törte volna magát. Dialektikusan szemlélve a helyes nyelvhasználat értelmetlen, mert a nyelv állandóan változik. Azt is mondhatnánk, miért nem hallani mostanában a Penniglen szót? Ez a baj az 1600 után született fiatalokkal. Nincs bennük tisztelet. Tehát Hegel szerint minden, a nemzet, a nyelv, a család állandó változásban van, tehát egyik sem természetes. De aztán úgy folytatja, hogy a változás folyamatos.
És többnyire a felszín alatt történik láthatatlanul. Például egész nap bámulhatunk egy szemkrumplit, és nem látunk rajta változást, de a felszín alatt fokozatosan rothad. Nem úgy, hogy egyik nap rothad, aztán meg nem, hanem folyamatosan rothad, míg nem egy nap szétesik, látszólag hirtelen. Néhány zöldséges kitehetne egy táblát. Nyugalom, ez csak dialektika. Ugyanez vonatkozik a társadalomra is. Ha megvizsgáljuk bármely megmozdulás hátterét, láthatjuk a fokozatosan növekvő frusztrációt addig a pontig, amikor az emberekből kitör a düh. De ha nem dialektikusan nézzük az eseményeket, csak a hirtelen dükkitörést látjuk, ezért a politikusok és a sajtó általában a külső agitátorokat hibáztatják. Még jó, hogy a tudósok nem ilyenek. A víz egy perce még elégedett volt. Biztosan kívülről jött molekulák propagandája vette rá, hogy gőzzé váljon. Marx szerint az a hiba Hegel elméletével, hogy azt állítja, a társadalmi változásokat az eszmék motiválják, míg Marx szerint nem a fejünkben lévő eszmék határozzák meg az életünket, hanem az életmódunk határozza meg az eszméinket. Ott van például a vallás. A tömegek ópiuma kifejezés miatt sokan úgy gondolják, hogy Marx gyűlölte a vallást. Valójában úgy vélte, hogy a vallás, mint más eszmék is, a környezet terméke. Így például a kereszténység vagy az iszlám azért erősödött meg, mert az elnyomókkal állt szemben. Marx megértette a vallásos embereket. A teljes idézet így szól. A vallás az elnyomottak sóhajtása, a szívtelen világ szíve, a lelketlen körülmények lelke, a tömegek ópiuma. Cliff Richard zenéjével nem az a baj, hogy vallásos, hiszen Bob Marley és Aretha Franklin zenéje is az. Cliff Richardnak viszont semmi köze a valódi hithez. Ő nyálasan, émeítően, hivalkodóan, undorítóan, álszent módon vallásos. Marx 5 év után doktorált filozófiából, de tisztában volt a tudományák korlátaival. A filozófusok eddig csak értelmezték a világot. Ideje átalakítani. Egy liberális újság a Rheinischer Zeitung szerkesztője lett, és megírta Gazdasági filozófiai kéziratok című könyvét. Lehet, hogy ez a cím unalmas, de hasonlítsuk össze korábbi munkáival. A Szent Család vagy a kritikai kriticizmus kritikája Bruno Bauerrel és társaival szemben. Ez sem rossz. A modern német filozófiának és képviselőinek, Feuerbachnak, Bauernek és Stirnernek, valamint a német szocializmus különböző profétáinak bírálata. A kiadójának biztos nagyon tetszett. Nagyon tetszett a krumplis rész. Csak a címe nem jó. Valami figyelemfelkeltőt szeretnénk, például a mesztelen filozófus. A Gazdasági filozófiai kéziratok cím miatt a rajongói biztosan úgy gondolták, hogy eladta magát. Marx kíváncsi volt, hogy miért úgy működik a társadalom, ahogy. Ezért megvizsgálta, hogyan termelünk, eszünk, öltözködünk, lakunk. Mert az ősidőktől kezdve a munka segítségével maradtunk életben úgy, hogy minden újabb ember termelt is, és fogyasztott is. Mert ha igaz az, hogy minél többen vagyunk, annál rosszabb, akkor annak a néhány vadászó gyűjtögető ősembernek mindene megvolt. Viszont a zsúfolt területek, mint például Miami lakói, biztosan éheznek. Marx szerint azok irányítják a társadalmat, akik a termelést is. Tehát az ókorban a rabszolgatulajdonosok irányították a városokat. A feudális társadalmakban a földbirtokosok uralkodtak, akik rángathatták a parasztokat. A kapitalizmusban pedig azok az urak, akik föllejárnak azokkal a liftekkel. Marx szerint a többség számára az egyetlen észszerű út az uralkodó osztály forradalommal való megdöntése. ...1843-ban a német hatóságok lecsaptak a liberális sajtóra, így Marx a családjával Párizsba menekült, ahol folytathatta az írást. Először ebben az épületben laktak, több más emberrel együtt kommunában. Bár az ő hétköznapjaikat nem közvetítette a tévé. 9:45 van. Anitának kezd elege lenni abból, hogy Karl folyton a proletariátust emlegeti. Tudjátok, Lengyelországban a másként gondolkodókat úgy kínozzák, hogy a talpukat megbotozzák. Ez pocsék lehet. Nekem nagyon érzékeny a talpam.
De két hét után ezek a kommunisták kezdtek egymás idegeire menni. Úgyhogy Marx és Jenny átköltöztek ide, ahol egy nap meglátogatta őket Friedrich Engels, aki ugyanabba a radikális körbe tartozott, mint Marx. Ide jöttek a Café de la Régionba, majd Marx azt javasolta, folytassák náluk, és így is történt, 10 teljes napon át. Ez alatt életre szóló barátságot kötöttek, melynek eredményeként tucatnyi könyvet írtak együtt, valamint több ezer levelet írtak egymásnak. Marx egyszer így írt Eugénia császárnéről. Úgy hírlik, egy roppant kényes bajtól szenved. Szenvedélyesen imád szellenteni, és még társaságban sem képes elnyomni ezt a vágyat. Ez csak pletyka, de tudod, hogy a franciák milyen érzékenyek a legkisebb szélre is. A következő évben megszületett Marx első lánya, akit még 6 gyermek követett az elkövetkező 12 évben. Eközben Marx és Engels megalakították a Kommunisták Szövetségét, és megírták a kommunista kiáltványt, amely egy mindössze 30 oldalas füzet volt, de rendelkezik a világ valószínűleg leghíresebb első és utolsó sorával. Kísértet járja be Európát. A kommunizmus kísértete. Az első angol kiadásban ezt úgy fordították, hogy egy ijesztő kobold lopakodik Európában. Talán azért kelt el belőle olyan sok, mert az emberek azt hitték, mesekönyv. Nem is rossz ötlet. A munkaérték elmélet és a passzúj. Vagy a kommunista kiáltvány. A burzsoá termelési mód szerepében Leslie Joseph. De tele van kissé zavarba ejtő gondolatokkal, amelyek akkoriban ijesztőek lehettek. A társadalom egyre inkább szétszakadt két nagy ellenséges táborra, két nagy osztályra, amelyek szemben állnak egymással, burzsóáziára és proletáriátusra. Nem egyszerűen csak úgy értették szegény vagy gazdag, liberális vagy zsarnok. Burzsóázián a munkahelyek tulajdonosait értették, míg proletariátuson az alkalmazottakat. Marx szerint a hivatalnokok ugyanolyan tagjai a munkásosztálynak, mint a gyári munkások, hiszen az iroda ugyanannyira nyomorúságos, mint a gyár, csak egy kicsit kevésbé nyilvánvalóan. Meneküljünk, a kommunizmus mindjárt összeomlik! Tanárok, eladók, könyvelők, az ilyen emberek nem cégtulajdonosok. Elég furcsa, amikor az észak-angolok azt mondják, hogy a déliek puccos, pénzes középosztálybeliek, mintha délen nem lennének munkások. Na persze, ha délen eldugul egy lefolyó, azt mondják, drágám, hívj ki egy északit! Akkoriban még kevés gyár volt Anglián kívül, úgyhogy Marx és Engels az ipar fellendülését jósolták. A burzsoázia minden nemzetet arra kényszerít, hogy átvegyék a burzsoá termelési módot. Akkor valószínűleg nevetségesen hangzott, hogy olyan helyek, mint például Közép-Amerika vagy Malajzia részei lesznek a globális kapitalizmusnak. De most már van bevásárlóközpont Kuala Lumpurban és Guatemala Cityben is, és biztosan találunk ott Marks & Spencert, Tesco-t, hamis írkocsmát, McDonald's-ot, Pizza Hut-ot salátabárral és parmezán sajtos öntettel, és egy zöld pulóveres ember AA gyűlésekre invitál, egy csapat perui pedig Stevie Wonder számokat játszik pánsípon. A kommunista kiáltvány vége. Világproletáriai, egyesüljetek! Csak a láncaitokat veszíthetitek. Akár egyetértünk ezzel, akár nem, azt el kell ismerni, hogy átkozottul jó befejezés. Ilyet csak szenvedélyből lehet írni. És most nézzük azt a művet, amelyet Tony Blair szokott idézni. Anthony Giddens a harmadik út című könyvét. A közép-balról szóló párbeszéd sokkal szélesebb körű kell legyen, mivel ezt a globalizáció felé való orientálódás is megköveteli. Nincs olyan svungja, ugye? Mindössze néhány száz példányt nyomtattak a kiáltványból, és még alig néhányan olvasták, amikor Európa szerte kitörtek az 1848-as forradalmak. Párizsnak ezen a részén mindenféle utcai harcok folytak a barikádokon. Marx és Engels arra számított, hogy a burzsoázia támogatni fogja a forradalmakat. Ehelyett azonban a polgárok segítettek leverni a mozgalmakat. Marxék rádöbbentek, hogy onnantól csak a munkásosztály fogja támogatni a forradalmat. De az 1848-as forradalmaknak más hosszú távú következménye is lett. Ugyanis 150 évvel később sikeres musical született a témából a londoni West Enden, ahol amerikai turisták élvezhetik a jelmezeket.
Így nem hiába haltak meg ezrek a barrikádokon. Az űrzavar következményeként Marxot kiutasították Párizsból, Brüsszelből és Kölnből, míg végül Londonba költözött, amely sok európai menekültnek adott otthont. Az első londoni címükről kilakoltatták őket, mert nem fizették a lakbért, úgyhogy egy Leicester Square-i ócska kis panzióba költöztek. De a forradalmak által keltett optimizmus elpárolgott. Marx és Engels pedig elszigetelődött. Kedvemre való a jelenlegi elszigeteltségünk. Végre lehetőségünk van megmutatni, hogy egyáltalán nincs szükségünk népszerűségre vagy támogatásra. Úgy tűnik, erényt próbáltak kovácsolni a nélkülözésből, és azt mondták, nem kell támogatás. De Marx kénytelen volt Engels segítségére támaszkodni, hogy etetni tudja a családját. Marx, Jenny és a gyerekek végül ide költöztek egy Soho-beli lakásba, amely most a Quo Vadis nevű felkapott étterem, melynek résztulajdonosa Damien Hirst állattetemeket tartósít. Marx idejében viszont nem volt sem folyóvíz, sem WC. Annyira nyomorúságos volt, hogy a megfigyelését végző poroszkém Wilhelm Stieber jelentésében szinte csak a lakásáról ír. Minden törött, szakadt, kopott, és mindent vastagon belep a por. Az asztalon koszos teáscsészék, kanalak, cigarettahamu és mindenféle szemét, ami még az ócskásnak sem kellene. Nem tanácsos leülni ebben a mocsokban. Rossz jel, ha már a kémis takarítani szeretne. Marxnak hamarosan májbántalmai támadtak, és kelések lepték el a testét. Így ír erről Engelsnek. Újabb kelés jelent meg azon a helyen, amelyre Goethe is utal. Sem járni, sem állni, sem ülni nem tudok, és a fekvés is nagyon fájdalmas. Tudnod kell róla, hogy egy új furunkulus is keletkezett a hátamon. Izgalmas lehetett Marxtól levelet kapni, mert az ember nem tudhatta, vajon a dialektikáról értekezik-e benne, vagy pedig az alfelén lévő kelésekről. Egyik este, amikor jobban volt, a Tottenham Court Roadon lévő kocsmákat járt a barátjával, Liebknechttel. A 18. ivóból kidobták őket, mert összevesztek a helyiekkel azon, hogy Németországban jobb beélni, vagy Angliában. Te vagy a legjobb elvtársam, Liebknecht, ugye tudod? Gyere, nézzünk be a Fédőrzbe. Liebknecht szerint hazafelé menett. Felvettünk néhány követ, és összetörtünk egy gázlámpát. Négy vagy öt utcai lámpát összetörtünk, mire egy rendőr riasztotta a kollégáit. Ekkor Marx olyan fürgeséget tanúsított, amit nem hittem volna róla. Gyakori vita téma, hogy vajon mit mondana Marx, ha ma élne. Szerintem ezt. Egy nagy csiris gíroszt kérek. Csirkét vagy bárányt? Bárányt. Amikor kellően furunkulusmentessé vált, viszonya lett Helennel, a szolgálóval. Annyira viktoriánus. Ideje magunkhoz ragadnunk a termelőeszközöket, drágám. De Marx úr, ne azt a helyet, amelyre Goethe utal. Fel, proletárok! Helen teherbe esett, és a klasszikus viktoriánus megoldást választották, vagyis a gyereket nevelő anyához adták London külvárosába. Jennynek megmondták az igazat, de hogy a családot megkíméljék a szégyentől, Engels nagylelkűen magára vállalta az apaságot. Ilyenkor felmerül az emberben, hogy egy kicsit visszaéltek Engels barátságával. A Marx családnak mindenféle nyomorúságból kijutott. Előfordult, hogy Marx nem tudta elhagyni a házat, mert minden ruhája zálogban volt. A negyedik gyermekük Guido, majd nem sokkal a születése után az ötödik Franciska is meghalt, de nem volt pénzük koporsóra. Jenny így írt erről. Elmentem egy közelben lakó francia menekülthöz. Nagyon együttérző volt, és 2 fontot adott. Ebből megvettük a kis koporsót, amelyben szegény gyermekem nyugszik. De ezen nehézségek közepette Marx elkezdte összeállítani azt a könyvet, amely a kapitalizmus működését magyarázza, a tőkét. Minden nap elsétált a Dean Streetről a Sohon keresztül a könyvtárba. 15 évig kutatott a tőke megírása előtt. 6 hónappal a határidő lejárta után ezt a megnyugtató választ küldte kiadójának a végső változatot követelő levelére. Most már hamarosan befejezem, mivel végre elkezdtem írni. Úgy látszik, a munka elemzésével eltöltött évek ellenére sem értette, hogy a munkaadók nem újjonganak, ha fél évvel a határidő után azt mondja az ember, jó hírem van, elkezdtem!
Habár a tőkét sokan minden idők legolvashatatlanabb könyvének tartják, nagyobb részt arról az igazságtalanságról szól, amit Marx maga körül tapasztalt. Mindenki tudja, milyen következményekkel jár, ha a mozdonyvezető vagy a tűzoltó nem tud ébren maradni. De hogy várhatjuk el ezt egy olyan embertől, aki már 29 órája dolgozik pihenés nélkül? De az eredetisége abban rejlik, ahogyan megpróbálta megmagyarázni, miért elkerülhetetlen a kizsákmányolás a kapitalizmusban. Az áru értékét, mondta Marx, az előállításhoz szükséges munka határozza meg, de a munkás ennek az értéknek csak egy töredékét kapja meg. Ezért van az, hogy a gyári munkás a heti béréből nem tudja megvenni azt a cipőt, amit ő készített. A kapitalista társadalomban semmit nem lehet termelni, ami nem hoz profitot, vagy ahogy Marx hívta, többletértéket. Majd a kapitalista, miután megtermelte a profitot, hazaviszi ezt a narancsot, hogy játszadozzon vele. Most vegyük a munkanélküliség problémáját. Marx szerint ezt a kapitalizmus ismétlődő válsága okozza. Ilyenkor a profit lezuhan, ezért a munkaadók csökkentik a létszámot. Ezzel szemben Blair, Margaret Thatcherhöz hasonlóan a munkanélkülieket ösztönző programokkal állt elő. Mintha a munkanélküliség oka az emberek lustasága lenne. Nézzük csak meg a 20. századot. Az elején az emberek lusták voltak, a 30-as években fellelkesültek, majd ismét letargiába estek. A 40-es években új erőre kaptak, és egészen a 80-as évekig élénkek voltak, amikor is úgy döntöttek, egész nap ágyban maradnak, ami logikus, mert akkor találták fel a paplant. Marx szerint a helyzet tovább romlik. Mivel a kapitalisták versenyben vannak egymással, kénytelenek megnyújtani a munkaidőt, hogy növeljék a termelékenységet, és megelőzzék a versenytársaikat. És ez ma sincs másként. Gyerekkoromban azt mondták, hogy 2000-ben már csak napi egy órát fogunk dolgozni, és alufólia ruhában fogunk járni. Ehelyett a munkahét most hosszabb, mint valaha. Ebédidő helyett egy nő körbejár és szendvicseket oszt. Banános tonhalas, fügés galambos, zsírszegény bálnás vagy benzines csirkés? Benzines csirkéset kérek. A modern technológia pedig megnöveli a munkaterhet. A mobiltelefonok és a laptopok miatt az embereknek útközben is dolgozniuk kell. Még a szövőüzemekben sem várták el az emberektől, hogy magukkal vonszolják a szövőgépet és hazafelé is szőjenek. Mikor Marx végre befejezte a tőkét, nem volt pénze elpostázni a kiadónak, ezért Engels adott neki pénzt bélyegre. Habár a könyv gazdasági problémákkal foglalkozott, nem oldotta meg Marx gondjait, mivel csak mintegy 200 példány fogyott belőle az első néhány évben. A család kenyéren és krumplin élt, és nem engedhették meg maguknak, hogy orvost hívjanak. Ekkor Marx táviratban értesült Engels feleségének haláláról, és így válaszolt. Mary halálának híre meglepett és elkeserített. Én sem tudom, mit tehetnék. Ha nem jutok nagyobb összeghez, a családom még 2 hetet is alig bír ki. A helyzetük olyan szorongató volt, hogy Jenny Párizsba utazott pénzt kérni egy gazdag barátjuktól, de mire odaért, az illető meghalt. Marx biztosan meglátogatta volna a fickó családját. Kit keres? Üdvözlöm, Karl Marx vagyok. Sajnos rossz hírem van, a bátyja elhunyt. Ó, Istenem! Igen, megrázó. Arról van szó, hogy megígérte, kölcsönad néhány shillinget, és most, hogy meghalt, egy kicsit furcsa, de nem tudna megdobni egy 20-assal? Olyan idegállapotban volt, hogy az anyja halálát kívánta, hogy megkaphassa az örökségét. Amikor az tényleg meghalt, ezt írta. 2 órája értesültem az anyám haláláról. Már fél lábbal a sírban voltam, és a jelen körülmények között rám nagyobb szükség van, mint az öregasszonyra. Egyetlen egyszer akart fizetett munkát vállalni, és jelentkezett vasúti tisztviselőnek, de nem vették fel, az olvashatatlan kézírása miatt. Szerencse, hogy a felesége letisztázta a kéziratait, különben a mai napig nem tudnánk, mit is írt. Világ dromedáriai, egyesüljetek! 1864-ben Marx segített a Nemzetközi Munkásszövetség megalapításában, mert átlátta, hogy habár a munkásoknak azonos az érdekük, ez mégsem jelenti automatikusan azt, hogy egyesítik erőiket, mert rendkívül leleményesen találnak okot a széthúzásra bőrszín, nemzetiség, nem, foci csapat vagy lakóhely alapján. Egyszer Glasgow-ban voltam, és azt mondtam valakinek, Edinburgh-ba megyek, mire ő? Ne menjen oda! Pocsék egy hely, nagyképű, nyafogó, középosztálybeliek, besetegye a lábát oda. Erre én, biztosan nem mindenki középosztálybeli Edinburgh-ban, ő meg, de mindegyikük az. Mire én, a kukások is? Azt mondja,
Ja, még ők is nagyképű középosztálybeliek. Én meg elképzeltem, amint az edinburghi kukások így beszélgetnek. El kell hoznom a Mercit a szervízből, mert este az operabálba megyünk. Marx szerint ez kétirányú folyamat, mert a munkások is védik érdekeiket, ezért szakszervezetekbe tömörülnek. Az 1871-es párizsi kommün új életet lehelt a kommunista mozgalomba. Miután a francia sereg vereséget szenvedett a poroszoktól, Párizs népe elfoglalta a várost. Kikiáltották a kommünt, bevezették a szabadválasztásokat és az ingyenes oktatást, megszüntették a magántulajdont, valamint ledöntötték Napóleon szobrát. Marx Polgárháború Franciaországban című írása így végződik. A kommün örökre az új szocialista rend hírnökeként lesz számon tartva. A kommünt 3 hónap után leverték, és több ezer embert végeztek ki. Marx arra számított, hogy semmibe veszik, mint általában, de az angol és a francia sajtó dühötten azzal gyanúsította, hogy az egészet őszította külső agitációs munkával. Marx így írt erről. Az a megtiszteltetés ért, hogy jelenleg én vagyok a leginkább rágalmazott és fenyegetett ember Londonban. A 20 évnyi falusi idill után még hálás is vagyok ezért. Ez furcsának tűnhet, de mivel Marx lázadó volt, leginkább nem a rágalmazástól vagy a kínzástól félt, hanem a mellőzéstől. Nem tudja véletlenül, merre van Helford? Helford? Sajnálom, nem tudom. Kér egy röplapot? Marx mája rossz állapotban volt, és további csapások érték, amit már nem tudott feldolgozni. Elsőszülött lánya és felesége halála után 1883-ban Marx is meghalt 65 éves korában. A Highgate temetőben helyezték nyugalomra, a zsebében apja fényképével. Temetésén 11 ember jelent meg. Ahogy a kapitalizmus végig söpört a világon, úgy a munkás mozgalmak is, melyek eszméi többségükben Marxtól eredtek. De a nevében felállított rezsimek éppen az álmai ellenkezőjét testesítették meg. Ha látott volna egy szovjet május 1-i parádét, vagy a kínai kulturális forradalmat, vagy Magyarország megszállását, vagy utazott volna az Aeroflottal vagy Trabanttal, valószínűleg megismételte volna, amit egy interjúban mondott élete vége felé. Csak annyit tudok, hogy nem vagyok marxista. Marx jellemét leginkább egy kérdőívre adott válaszaiból ismerhetjük meg. Kedvenc mottom, kételkedjünk mindenben. Kedvenc hősöm, Spartacus. Mit ez boldoggá? A harc. Kedvenc ételem, a hal. Fogadok, hogy legalább egy baloldali csoport ketté szakadt, azon vitatkozva, hogy milyen halra gondolt. Hasonlítsuk ezt össze azzal a válasszal, amit Tony Blair adott arra a kérdésre, hogy mit álmodott legutóbb. Azt mondta, még aludni sincs időm, nemhogy álmodni. Úgy látszik, nincs tisztában vele, hogy az álomhoz nem kell több idő, mint az alváshoz. Ha valaki 10 percig álmodik, nem úgy ébred, hogy 10 perces késésben van az álom miatt. Az a jó az egészben, hogy egyszerre tudunk aludni és álmodni. Marx kihasználhatta volna, hogy középosztálybeli családba született, és a társadalom megbecsült tagja lehetett volna, de ehelyett úgy döntött, követi az álmait egy olyan világról, amelyben az emberi tehetséget hasznosítják, nem pedig elpazarolják. Ellentétben azokkal, akik már elfelejtették, hogyan kell álmodni. Ha ön épp alsó neműben ül a számítógép előtt, melegítse fel lelkét a www.open2.net internetes oldalon, ahol további részleteket találhat a sorozatban bemutatott nagy gondolkodókról.